A Magyarországi Evangélikus Diakónia egy éve segíti a hazánkba érkező menekülteket. Korábban nem is gondolták, hogy ebben a kérdésben is szerepük lesz, hangzott el a szervezet nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az integrációs területen még új szolgáltatónak számítanak, országosan közel 6000 embernek segítenek, többek között hajléktalanoknak és szenvedélybetegeknek is. Tavasz óta már 200 külföldi kliensük is van. Az elmúlt időszakban Nyíregyházán alakítottak ki egy integrációs házat, amelyben egy menekült családot szállásolnak majd el. Lakhatási szolgáltatást biztosítunk, emellett nyelvtanulási lehetőség, képzési lehetőséget és munkaerőpiaci integrációt. Ez segíti a gyerekeknek korrepetálás, ami az iskolázásukat, vagy az iskolai sikeresebb előmeneteliket segíti, illetve életviteli tanácsadás és pszichoszociális segítségnyújtás. Bízunk benne azért, hogy hamarabb is sikerül ez az integráció, és ki tudnak költözni, és megtalálják a helyüket. Ez esetben, ha ez sikerül rövidebbre venni, akkor még egy családot tudunk egy éven belül fogadni. A jelenlegi program egy évig tart, de a további forrásteremtésen folyamatosan dolgoznak. Fontos a kiválasztás szempontjából, hogy menekült státuszban lévő vagy oltalmazott család legyen, valamint elfogadja a keresztény értékeket, de a motiváltság is lényeges feltétel. A családokat külön szakemberek és szociális munkások is segítik majd az integrálódásban. Találtunk olyan szociológusokat, szociális munkásokat, önkénteseket, akik ebben a munkában részt vesznek, tolmácsokat, jogászokat, akik a maguk területén segíteni tudtak és akartak, és emellett még a nemzetközi kapcsolatrendszerünket is be tudtuk vetni, hiszen az Evangélikus Egyház Magyarországon olyan kicsi, de világszerte igen jelentős, 75 millió tagja van a Luteránus Világszövetségnek. Én ennek a szervezetnek egyik alelnökeként igyekszem a nemzetközi tapasztalatokat Magyarországra is hozni, amit Németországban sok gyenge példa mellett, mert sok sikertelen kísérlet is van Németországban, de amit Németországban jó példaként láthatunk, vagy más országokban, Olaszországban például, azt igyekszünk megvalósítani Magyarországon. A család kiválasztása még jelenleg is zajlik, várhatóan november végéig költözhetnek majd Nyíregyházára. Azt azonban a család védelme miatt nem árulják el, hol alakították ki az integrációs házat. A Magyarországi Evangélikus Diakónia bízik benne, hogy a nyíregyházi példa modellértékű lesz majd az egész országban.